Na sziasztok srácok, üdv a csatornán, kipejelentkezik a következő résszel. Ha, problémák nem kicsik, úgy látom, mivel napraforgó is van a területünkön. Szóval, előbb-utóbb mindenképpen kellene venni napraforgó adaptert is, majd. És ez előbb-utóbb lehet, hogy előbb lesz és nem utóbb. Na, az a helyzet. Vissza kell mennünk mindenképpen, mivel ide kellene hozni az összes eszközt, mert sajnos az a probléma ezzel az egésszel, hogy nem tudom, nem tudjuk őket visszaugratni, ugye? Itt tartottunk, és úgy gondoltam, hogy a mai nap elkezdünk mindenképpen dolgozni. Úgyhogy addig eljutunk, és kellene egy kis pénzt csinálnunk. 27.895 eurónk van, amiből ugye tudunk majd gazdálkodni. Remélem jól felemegyek, ugye? Jól felemegyek, gyerekek? Egyből tudunk majd gazdálkodni. Hát az, hogy nem lehet visszaugratni ezeket a járműveket, az elég érdekes. Főleg amikor azért elég távolra kellene hurcolászni őket. De mindegy. Ez van. Tényleg nem tudom, hogy valamilyen pontot nem lehet megadni. Várjatok, itt nincs olyan, hogy tudom nyitogatni az ajtókat, meg ilyesmi. Tempomat, kameraválasztás, se... Más nincsen. Úgy látom. Jól van. Viszonylag gyorsan lehet haladni. Na később ugye esetleg veszel egy olyan kamiont, amire fel lehet járni, trailerrel ugye vinni a járműveket, hogyha az embernek arra van affinitása. Igen, a tükrök még mindig nem tökéletesen vannak beállítva, azzal még mindig nem vagyok kibékülve, mert így félkeresztbe mutatja az utat gyakorlatilag. Nem hiszem, hogy azt nem hiszem el, hogy miért nem lehet azt megcsinálni teljesen jóra. Hogy ugye azt mutass, amit kell, hát ugye, hogy egyértelmű, hogy kell beállítani a tükröket, ugye. De mondjuk, nem, látod? Nem. Ugye itt például, nem tudom, nem jól mutatja, srácok. Nem tetszik, ahogy mutatja, azok a bólyák. Jó, hogy nem törnek a járművesség, és szépen összetörném őket. Ja, oppa. Hát a bólya az izéből van, úgy láttam, hogy szerszáma célból vagy valami nagyon brutál dolgokból. Ja, itt kellene, itt igen, itt egy kicsit elcsesztem. Hát megpróbáljuk valahogy. Egyébként porzik, mint az őrült a traktor után a föld. Itt megpróbáljuk egy kicsit elcsalni ezt, hogy... Hát nem tudom, egyáltalán fel tudom-e így gyapasztani. Vagy inkább magamat kellene, hogy így megoldottam ezt. Igen, hát ezt így valamit kellene csinálnom, ki kell fordítanom. Visszaugratni nem akarom, mert valószínűleg, hogy akkor eltűnik belőle a cucc, ugye, srácok? Jól emlékszik a Keeper, hogy akkor eltűnik belőle a cuccos? Nem vagyok benne biztos, de nem is akarom megkockáztatni. Csak megnézzük, hogy itt mibe akadtunk meg, mi történt. Igazából semmibe. Kicsit még odébb kellene tolni, és akkor talán elfordul annyit. Nem, ez az. Hát ez... Nem a valóság hűségről szólt ez a pár perc. De sajnos... Sajnos... A cél szentesíti néha az eszközt. És az az eszköz ez most nagyon csúnya volt. Oké, okay. Most srácok, menjünk. Ugye... Azon is gondolkozok, hogy igen, mindig ide el kell jönni ugye magért. Viszont vagy olyan opciót tudok választani, hogy elviszem a dobozokat, a raklapokat, vagy pedig tudok olyan opciót választani, hogy pótkocsira. Azt nem tudom, hogy pótkocsiról megtölti-e. Na ugye lehetne akkor egy magos pótkocsi, meg lehetne egy... olyan pótkocsi, amiben ugye a meszet tároljuk, meg esetleg a műtrágyát. Úgyhogy ezeket ki kell tapasztalnom, egyelőre húzzunk, mint az őrültek. Hát ez hatalmas ez a felépítmény. Ugye a legnagyobbat választottam. És most már a ponyvázás nem úgy működik, hogy csak lecsapja a ponyvát, hanem nézzétek például ennél az eszköznél is úgy van, hogy kinyílik a teteje.
Jó, mindent oda készítünk magunknak, és akkor úgy fogjuk kezdeni a munkát. Bocs, rácok egyébként, hogy ez ilyen hosszadalmas. Legalább kicsit szokjuk az irányítást. Ja, máshogy kanyarodnak a gépek, meg teljesen más a fizika. Jó, meg van csinálva. Egész jó, egész tetszik egyébként, egész jól tetszik. Egyébként Norbi hívta fel a figyelmem arra, hogy az a nagy probléma egyébként a Farming 19-el, hogyha ott problémának lehet nevezni, hogy... basszus, ugrattunk egyet? Komolyan? Hogy... Retro gameplayre nem jó. Mert csili-vili szép, meg minden, és ez nem retrohoz illik. A Farming Simulator 15 inkább illik a retro gameplayekhez. Ez inkább a modern járműveknek kedvez. És tényleg baromira jól néznek ki a modern járművek ebben a Farming Simulatorban. És csillognak, villognak, mint a Salamon töke, de ugye egy retro stílusú gameplay már nem biztos, hogy jó lenne. Jó, ez szuper. Ugye ez a John Deere például borzalmasan jól néz ki. Csodálatos, szép. Az a Fiat is, minden. Ezek az újabb traktorok, ezek viszonylag, hát jó tudom, az a Fiat az nem a legfiatalabb kicsike. És ez ne várja, ne, ez komoly? Azok a keréknyomok, ezek ilyen szépen kirajzolódnak. Én azt hittem, hogy ezek a keréknyomok, amiket itt ugye keletkeztek, hogy ezek már így gyárilag le voltak textúrázva, de nem. Ez marha jól meg van csinálva, srácok. És a füvet is tudom taposni, azt is kitaposom. Szerintem a füvet is kitaposom, nagyon, ez jól néz ki. De azt hiszem, hogy csak ott taposod ki, ahol a sajátod. A saját füvedet taposod ki. Javítsatok ki, hogy nagyon valamit hülyén mondok. Ugye tényleg arról szóljon akkor ez a gameplay sorozat, hogy mindketten tanul, vagy te is, aki nézed, tanulsz tőlem, meg én is, aki játszom, tanulok tőled, ahogy van. Ja, mit kell elhozni még? Ja, meg kell tölteni ugye betőt, meg a kombányt kellene elhozni, ugye ez a kettő van vissza, ha jól emlékszem, talán más nincs. Jó, meg a kombájnnak a vágóasztal. Kellene még egy vágóasztal. Nem tudom, hogy lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy nem tudom, van-e vágóasztal szállító kocsi. Hoppa. Mert ha van, akkor lehet, hogy utána kellene kötni ugye a izének kombájnak. Mert ha kétszer kell jönnöm vágóasztalért, akkor megőrülök, srácok. Az egy kicsit hosszadalmas lesz. Jó, most különben az elején egy kicsit így szívás, mivel ugye egyszerre minden járművet oda kell hordani, később azért ugye csak akkor, hogyha veszel egy új járművet, akkor azt kell rövinni. Meg tényleg lehet, hogy van olyan mód, hogy ezt meg lehet oldani máshogy is, csak lehet, hogy a Keeper volt a hülye. Jó, jöhet ez a vetőgép. Nem tudom hány literes. Szerintem csak egy darab magot vettem, ez komoly. Várjatok már, srácok? Ugye arra a pótkocsira nem ürítettem semmit, nem. Ja, itt vannak a magok. Aha, mondom, kettő magot vettem. Ez jól elbújtod a mögé. És szépen kinyílik egyébként. Viszont rettenetesen kicsi. 1000 liter csak. 1000 liter, ami szerintem nagyon kevés ideig fog jó lenni. Na jó, menjünk, vigyük vissza. Vagyis vigyük el. És akkor utána már csak a kombányt, meg a vágóasztalt. Viszont kellene vennem egy napraforgó kukorica vágóasztalt is, egy adaptert, mert arra is ugye szükségem lenne. Egy folyamatosan. Bár nem tudom, hogy mit vesznek legjobban. Meg ugye minek van jó hozama, meg igazából azt se tudom pontosan, hogy ugye most már van ez a gyomosodás a földeken, hogy az mégis mit akar, meg mit tudok azzal csinálni. Ugye valószínűleg permetezésre lenne szükség,
gyomírtó használata, vagy pedig ugye vannak ilyen különböző gyomláló jármű felépítmények. Ennek utána. Utána kipróbálunk ugye mindent. Igazából nem lehet egy olyan sorozatot, mint amit próbáltam FS19-be elkezdeni, anélkül, hogy ne ismernénk teljesen a játékot. Mert ugye az egy ilyen beleélős sorozatot akartam csinálni akkor. De hát, hogy akarok beleélős sorozatot csinálni FS19-ből, amikor még nem ismerem az alapjait sem. Mert ugye az alap FS19-el még nem játszottam, csak maximum annyit, amennyit láttatok. Azon kívül abszolút nem is próbáltam ki. Ja, ezért kíváncsi vagyok, majd hogy a füvet letapossa el. Az mondjuk nem lenne rossz, meg elég csúfok itt a... Jaj, meg gyapot, a gyapottal nem fogunk semmit csinálni, abban biztos vagyok, gyerekek. Egyelőre ugye gyapot kombájt, azt hóciher, hogy nem fogok venni, úgyhogy az biztos, hogy bukta lesz. Úgyhogy lekultiváljuk azt a földet, azt sácsomi. Ugye, azzal csak azt fogjuk csinálni, nem fogok beszőrni vele. Viszont ez a traktor, ez nem nagyon koszosodik. Be van állítva, hogy leggyorsabb koszosodás. De nem nagyon akar. Jó. Na srácok, jó van, akkor ide hoztuk minden eszközt, annyit kellene csinálni, hogy... Igen. De nagyon hangos egyébként, nem élem, hogy nektek annyira nem. Vágóasztalt nem vettem vágóasztalt hozzá még? Ojaj. Mi még nem vettük meg a vágóasztalokat azért, mert ugye nem voltunk benne biztosak, hogy... Húristen, de drága, hogy rohadjál meg. Jó, akkor igazából ezt fogom tudni megvenni, és semmi mást. És igen, írhattátok, hogy béreljek. Jobban szeretem azt, hogyha nem. Egyébként van, igen, van csatoló felületeinek, de igazából nem kell költenünk most már semmire, mert 895 eurónk van. Úgyhogy ennyiből kell gazdálkodunk, amíg van. Hogyha azt mondjátok, hogy például trágyázzak, meg ilyesmit, akkor azt sem fogom megoldani. Mert sajnos nem. Ó, ez nagyon... Baszta, nagyon tetszik. És tetszik, hogy... Ugye itt annyira nem lesz halkabb olyan... Jú, azokat a műszereket akartam megnézni, hogy ezek működnek-e. De működnek! Iszonyat jó, nézzétek! Barom jó! Nagyon meg van csinálva. Ja, ugye nem nagyon lett halkabb, mivel beszálltam a járműbe, mert nincs kabin. A traktorok, amikor kabinnal rendelkeztek... De várjátok itt, miért nincs forgalom? Jó, ott volt forgalom, csak ezen a kicsi útokon nem. Például ott a vonatot megállítottam, ott kapásba is akadtak a... járművek. Jó az a kombány, nagyon. Egyébként egy ilyen kombány van ott, ahol laktam. Nemesrádon a faluba. Ugyanilyen. Szerintem tök hasonló, de szerintem lehet, hogy pont ugyanez. Hú, micsoda ponyva teteje van, marha jó. És akkor nekiállunk aratni. És próbálunk pénzt csinálni. Ugye, ez lesz. Itt van egy épülőház. Ez miért jó nekünk? Ezért kíváncsi vagyok ezekre a dolgokra, hogy ez hogy működik. Ha megveszünk területeket, olyan területet, ahol például van egy eladási pont, akkor az eladási pont az mibe változik nekem. És mi ez a nagy csúva itt? Ja, elég, vegetáció elég durva. Ja, meg, jaj, ne, valamit elfelejtettem. Igen, lehet, hogy mondtátok is, nem tankoltunk. Nem tankoltunk, úgyhogy mindenképpen egy üzemanyag töltő állomás dolgot kell csinálnunk, vagy vennünk. Tudjátok, mire gondolok. Hú, hát nem tudom, milyen gyorsan fogy az üzemanyag játékba. Nem akarom átállítani, hogy nagyon lassan fogyjon, mert akkor igazából én saját magamat csapom be vele, ugye. De micsoda vegetáció van? Ezeket a bokrokat, ezeket ki lehet vágni? Vagy valamit lehet vele csinálni? Mert nagyon csúfok. Tényleg egy tűfűrészre nem maradt pénzem, pedig az akkor jó lenne volna. Ez így érdekes. Ja, egy csomó helyen például... Mi ez? Ezt nézzük már meg, mi ez a hely. Vannak ilyen érdekes különböző helyek. Ó, hát ez egy roncstelep. Ez rohadt jól meg van csinálva. Egy roncstelep. Ez hihetetlen. Ja, arra gondoltam, hogyha megveszünk egy ilyen területet, például ezt a roncstelep, ahol van, akkor ezzel tudok én valamit csinálni, vajon? Hú, nagyon jó.
Tetszik. Érdekes, jó. Jó, megcsinálták, tetszik. Mi ez, ez a vegetációval nem tudom, hogy mit fogok csinálni. Biztos ugye van az a eszköz, amivel ugye lehet a mapot szerkeszteni, ezzel egyelőre még nem akarom. Nem. Hoppa. Hopp. Kivittük a 35-ös táblát, jó. És viszont ki fog fogyni az üzemanyagunk. Marha jó, megcsináltuk. De hogy ilyen minimál üzemanyaggal adják a gépeket, az szörölj egy kicsit. Hát ez marha jó lesz. Köszönöm szépen. Nem lehetett volna választani, hogy megtankolva kérem? Vagy nem tudom. Ennek nem örülök. Egy cseppet sem. Kapásból szívunk. Jó, oké, akkor a következő van. Ezt például le kell kultiválnunk mindenképp. Ugye gyapotot nem fogunk termeszteni, az biztos. Egyelőre. Jó, hát ez egy amerikai mag, tényleg. Nem véletlenül, hogy vannak amerikai járművek benne, ugye? Mármint nem itt, amiket megvettem, hanem ugye, mint hogyha több, például amcsi pót van a nyerges voltatóhoz, ilyesmi. Jó, ez egy, szerintem itt vagyom. Jól van, srácok, akkor következő szituáció. Eléggé rácsöszős dolog van. Mivel az a gond, hogy napraforgónk van. Ez talán repcénk van. Mi ez a nagy küzé fű mindenhol? Repcénk van. És igen, igen. A repcéből nem tudom mennyit tudok kivadászni. Hú, ez nem jó. Ezt a napraforgót örültem volna, hogyha le tudjuk darálni. Ha már egyszer van ültetve. Nézzük meg, elvileg a földre rámész most már. Mutatja, hogy ki birtokolja, milyen termény van rajt. Megvan trágya, az gyom 0%. A gyom az nő folyamatosan, vagy az egy ideig most már megtrágyazott 50%, hogy rohagy meg. Mész kell hozzá. De miért? Hát vicceljenek. Csak a napraforgó a frankó. Na mindegy. És tényleg el vagyok gondolkozva. Mindegy, a ízét meg kell csinálnunk. Kultizzuk le a... Azt lekultizzuk azt a földet. Lehet, hogy bérmunkát kellene vállalnom, és akkor abból is tudnék ugye pénzt szerezni. A fiatot átállítom ide. Itt jó helyen van. Azt meg lekultiztatom. Bérmunkással? Ne? Kultizzuk le mi, mert különben... De nagyon fogy. De érdekes, ez meg tele van tankolva, pedig ez... Ezt nem tankoltam, hogy... Ja, ezt gyorsan lehántam róla, ez felesleges nekünk. Gyerekek. Ez nem valami nagy földek, mi? Összeszántjuk őket, megint kezdődik, mi? Aha, és ahogy látom, letipporjuk a füvet. Hát, hadd nézzem meg. Hát, a rosszabb tudja, megmondom őszintén. Ja. Jó, hát ezt lerántom róla, mert ennek semmi értelme nincs. Lehet, hogy ezt traktor szélességbe kell gondolkoznunk. Egész jól néz ki egyébként a kultizás, tetszik. Ezek a nagyobb füvek, ezek csak így félrehajlanak, ahogy látom. Ez a John Deere, ez egész jól elboldogul ezzel a kultival, de még ezt is meglódítja egy kicsit a hátulját. Nagyon jó, beleakad a izébe. A másik sorba is dönti le. Nagyon jó, meg van csinálva. Tetszik ez a izé. Letaposás mód sokkal jobban meg van csinálva, meg ez a növények félrehajlása.
jobban meg van csinálva, mint ugye például a moda. Ó! Jó, hamar koszos lett traktornak a kereke. Bár más, meg nem. Nem rossz. Nem rossz, egyébként szépen meg van csinálva. Nem akarok gépi munkást elindítani rajta most már, mert minek? Ugye csak a pénz viszi, hamar le tudom ezt nyomni. Nem csúnya, egyébként nem csúnya a játék. Furcsa, de ez tényleg úgy, ez csak modern gépekkel tudom elképzelni. Ne kelljen tolatgatni, csinálunk egy olyat, hogy átállunk ide. De milyen durván letapossuk. Ott is, a gyapotot ott is letapossuk, de az ilyen magas szárulhat ott is letapossa, ahol... Hú, érdekes lesz az izé. Ugye permetezés. A Fiatra lehet, hogy át kell majd pakolnom olyan kerekeket, amivel tudok permetezni, hogy ne tiporjam ki. Hát, érdekes lesz ez. Aj. Igen, még ezt, ennek az ennek is azért csavarja össze-vissza az orrát. De mondjuk ez a traktor az már egy kicsit kellemesebb, mint ami. Mint a Fiat. A Fiat az valószínű az ilyen pótkocsi rángató lesz. Figyelni kell a talajnak a textúra adottságára, ugye mert kitaposom a növényeket, attól még nem lesz izélve, megkultiválva. Igen, ez valószínűleg akkor le kell majd ugye, de egyébként nagyon jó, hogy kiírja, hogy mit kell vele csinálni, azt tetszik. És minél több pénzt össze kell szedni, az lenne jó. Hogyha annyit össze tudnék kapni, hogy legalább bérlek egy napra forgóadaptert arra a földre. Mert akkor ugye az is meg lenne nekem, nem azt lenne. De várjátok, 100 000-es síló, ugye? Az egy 100 000-es síló. De most 100 000-es síló, az hogy értve 100 000-es? Nem, már varjag vannak a földek, nagyon jó. Hogy mindenből 100 000 fér bele, vagy pedig összesen 100 000 fér be. Mert ha összesen 100 000 fér be, akkor az nagyon gyenge. 100 000 fér be, hiszen van 70 000-es pótkocsik vannak. Ez így érdekes lesz. Ja, varjak vannak a földeken, az egy egész jó. Nem nincs olyan, mint a Spin Tires-ben, hogy elrepülnek? Aha. Na itt már kell, ott kihagytam egy zétcsikot, majd azt lehet, hogy pótoljuk. Sőt. Ott repül a varjú, jó, belepül a traktorba, ne! Átrepült fölöttük, ez marha jó volt. Repülnek el. Viszont ez tök jó, hogy meg... Ez hangulat. Hogy megjelentek a földeken a varjak, ugye? Ez ilyen tipikus, a szedegetik a maradékot. Jó. Meg ahogy beleakad a kultivátornak a széle a gyapotba, ez is jól meg van csinálva. Nem hiszem, hogy neki állok földet összeszállítani. Mert minek? Nagyon egész jól táncol is egyébként a földön a gép. Ez kellemes.
Még volt egy csík, ezt akkor lehúzom, ott ugye nincsen, hogy csak ki van tiporva, látjátok, hogy nincs megkultiválva. Ott is van egy kisebb, látom távolabb, de ez annyi baj legyen. Jó, ez megtörtént. Oké, srácok. Akkor... amit még kellene csinálnunk, hát neki kellene aratni, ugye. Ez be van érve? Márjátok, ezt hogy tudom mit megnézni? Mencsi. Növekedés. Hú, de picik ez a kö... És a 19-es területet várjál már, hogy tudom megvenni? Ahhoz van, tartozik egy csomó erdő is. És mennyibe kerül? 200 ezerbe? Hogy rohagy meg? Az komoly. Ez hogy érdemesebb lenne a 19-es területet megvenni, mint ezt, ami van nekünk. De hát jó. Sőt, lehet, hogy egy másik területet érdemes lett volna. Például Bolt mellett. A 13-as mennyi volt? 800 ezer. Az igen. Nagyszerű. Jó van, gyerekek. Aratni fogunk. Ja, azt akartam megnézni ugye, hogy növekedés. 24-es, 25-ös. Betakarításra kész. A 25-ös. A 25-ös az. A napraforgó még nincsen beérve teljesen. Kipróbáljuk, milyen itt a... szitu. Nézzük, hogy van a kombány bekapcsolása. Ennél nincs is kinyit, olyan, hogy kinyithatom a izét. A kombány bekapcsolása, ennyi az egész. Ennél nincs más opció. Hú, de jó hangosak vagyunk. Sokkal gyorsabbnak tűnnek a járművek, mint a az eddigi farmingokban egyébként. Nem furcsa. Na, kirepült a varjú. Aha, ezt kerestem. Úgy nehézkesebb mozog ez a jármű. Nem is az a baj vele, hogy lassú, hanem nagyon lassan indul el. Hát ezzel nem fogjuk megváltani a világot, én úgy érzem ezzel a földdel. De talán annyit tudunk, hogy tudunk bérelni egy arató szerkezetet a napraforgónak. Próbálom nem elhagyni, de próbálok elég hatékony is lenni, hogy ne csak fél vágóasztalt használjunk, remélem, hogy ezt jól csinálom. Jó, kihagytam egy kicsit. Szépek a járművek, mármint így egész jól néz ki. Kicsit lehetnének kopottabbak, kicsit lehetnének mattabbak néhol. Olyan, mint hogyha minden ilyen zsírúj lenne, minden teljesen újra lenne festve. De amúgy egész kellemes, egész használható. Jó lenne, beleférne az összes, nem kellene tökölnöm.
Hát, hogyha még egyszer választhatnék, akkor nem ezt a földet vettem volna meg. Mindegy. Ez a három pici az elég gyér. Megnézzük, mit érdemes leginkább vetni. Mert ugye... Nem biztos, hogy annak az a jó, amelyik a legdrágább, hanem lehet, hogy hozom a ugye bizonyos terményeknek más. Nézzük meg külső rétegbe is. Na jó, már koszosodnak a dolgok elég rendesen. Egy csomó mindenre kíváncsi vagyok. Fizikára, járművek, hogy tudják húzni, nem húzni az eszközöket. El fognak-e rúgni? Például ugye az előző részekben nem nagyon volt olyan, hogy elkapartak volna a járművek. Ami ilyen, meglehetősen zavart engem. Az árnyékok és a fények egész jók. Hogy tetszenek. Ez a letaposás mód nagyon tetszik, hogy gyárilag benne van. Ugye kikapcsolható, de akkor is. Szerintem kell. Így egyszerű. A gépi munkás intelligenciájára nagyon leszek kíváncsi. Én nagyon kíváncsi leszek. Nem tudom, mi értelme van, hogy van analóg óra is ott jobb oldalt felt. De az teljesen felesleges. Mindenki ismeri a digitális. De viszont nagyon jó elhajlanak a növények. Egy-két dologra tényleg kíváncsi vagyok, a szalmára kíváncsi vagyok, hogy fog kinézni. A map széle is egész jól meg van csinálva, bár azok a mosottas textúrák ott a távolban elég furák. Meg a távoli fák, én azzal nem vagyok kiegyezve, a távoli fák azok olyanok, mint egy faca. Ott bent például a dobtetőn. Na nézzétek ott azokat a fákat. Ugye megmutatom, melyikre gondolok. Ott, ahova nézek. Hát azok olyanok, mint tényleg egy okforell lennének, meg azok a bokrok. Mint hogyha oda pacáztak volna, így tik-tik-tik. Azok borzalmasan néznek ki szerintem. A gépek azok szépek, jól néz ki, tényleg. Nem tudok rá mondani semmi rosszat. 10-ből 10. Ahogy megcsillan rajta itt a fény. Hát ez tök jó, nagyon szép. Viszont ott azok a fák, ez mint hogyha nem is egy játékról beszélnénk. Ez a gép, ez tényleg jól néz ki. Jól néz ki, az indexek, minden, szép, szép. Szuper, gumik. Minden frankó. De ha, fák? Mi az ott? Mi azok, mik azok a pacákot? Mik azok? Egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen 90-es években voltak ilyen kérdés, mit tudom én, egy poligomból álló fák. De azok szörnyen néznek ki, azok nagyon lontják ott az összképet a távolba. Pedig szerintem, hát mondjuk most már szerintem haladó. Itt nem tudok állítani a grafikát, de én úgy emlékszem, hogy a legjobb grafikára van állítva. És minden a látótávolság is, meg minden. De azok nagyon csúfok, nézzétek ott. Hú. Ha közel mész hozzájuk, akkor ugye ilyenek lesznek mind itt, ezek. Csak ugye van ez a... Van egy olyan kifejezés, hogy load határ, ugye. Nem is tudom pontosan mit akar. Az a lényeg, hogy alacsony minőségű dolgok töltődnek be azon a határon. Tehát ez azért van ugye, hogy nem minden... Én nyomtam a féket és nem állt meg. Ugye alacsony minőségű dolgok, textúrák, poligon szerkezetek töltődnek be a távolabbi objektumokon, azért, hogy ugye ne egye a gépét az embernek, ugye igazából miért nem lehet még jobban kitolni, miért nem, ha egyszer van a géped, ami bírja, akkor miért nem lehet, hogy azok is cool minőségbe látszódjanak, nagyon csúkva. De viszont ez a villogó itt, ez jól néz ki. Ja, ezzel nem vagyok kibékülve. Ugye most közelebb érnénk, akkor járd váltana ugye egy másik minőségű, egy magasabb minőségű fára. Ugye meg is fogjuk látni, lehet, hogy át fog
pattadni. És azt fog betöltődni, az a verzió. Igen, igen. A közeleső fa az már át is váltott. Ott most alakul át. Még egy fa. Jó. Meg vagyunk ezzel a földdel. Bele is fért. Mit szomegyek akkor a telepre leüríteni? Aztán... Hát nem tudom. Talán silóba rakom. Most egyelőre nem foglalkozok mással. Nem tudok silóba rakni, hanem... Én nem tudom felvenni az összes hitel. Azt is meg kell nézni. Viszont az időben nagyon pörgetni nem lenne érdemes. Aztán lehet, hogy ide rakom ezt a bombányt hátra. Jó, nekünk itt. Nézem, hitel fel van a véve az összes. Jó? Egy pillanat. Meg vannak a... Ó, vannak itt most már más munkák. Nézzük, hogy milyen munkaeszközeket ugye... Aha, használsz. Hát igen. Jó, hát ezeket ugye lehetne használni. Csak nem biztos, hogy ugye kifizetődő egyelőre. Jó, mit akartam egyelőre megnézni de egyébként? Én nagyon meg akartam nézni valamit. Jó, hogy még mennyire lehet eladni dolgokat például, az hol volt? Itt van. Ami nekünk van, ezünk van, ugye? Ezünk van, és ne szórakozzál. Ennyibe veszik csak? 682? Ez nagyon kemény. Mindegy, vigyük be a silóba. Már csak azért is. Az érdekel, hogy akkor ez a 100 liter, vagy 100.000 liter, ezt hogy működik. Ah, és látni ott pert a magot. Tök jó. És akkor fiat lesz az ilyen futkozós járművünk. Hát olyan futkozós, hogy 25-tel tud menni, úgyhogy... Egy ilyen szopatos futkozós jármű inkább. De jó nagy panoráma ablakai vannak ennek a gépnek. Bejövős. Nagyon szép ez a Fiat, nagyon tetszik. Esküszöm srácok, nagyon jó bejön ez a traktor. Bejön ez a traktor, tetszik. Hát, ez bőven bele fog férni. Nem tudom, ez az ürítés, mint hogyha gyorsabban ment volna régen. Lehet, hogy ezek ugye a gépfüggő is. Ugye milyen jó kis hangja van. Hát ennyi volt. Hát, ez kemény. Srácok, na jó, akkor ürítsük bele a silóba. Legalább ezt is megtapasztaljuk, hogy hogy működik. Áttöltés megkezdése most már az van. Hát ezzel nem megyünk el búcsúba a gyerekek ennyi. Ennyi cuccal. Hú, úgy látom, hogy ez nem lesz egyszerű. Na, azt mondja, hogy... Nem ez volt az? Ja nem, ez az basszus, hülye volt. Ja, ez nem az basszus, ez az. Ez az, elnézést kérek. És ezt 1300-el is veszik a tanyán. És nekünk van belőle 2900 liter, azt hiszem, fú, akkor ez... Ez régebben úgy volt, hogy 1000 literért vették annyiért. Hát, hogyha 1000 literért veszik annyiért, akkor ez keményen fogunk keresni egy ilyen... Fú, rajog geveset. 4000 pár szállat. Ez... Csúda világ lesz ez. Hol van a tanya egyáltalán? Álljál meg. Meg lehet jelölni?
tanya. Elvég megjelöltük a mapon, ott van valamelyre arra. Nézzük, itt is jelöli. Aha, ott van. Hát, jó van gyerekek. Zen megyünk a bucsúba. Mennyibe kerül egy vágóasztal bérlése? Hogy utána akkor tudjunk. Nincs egy például, mennyi bérlet hol van? 1300. Jó lesz az. Jó lesz az gyerekek, le tudunk vele aratni. Jó, oké. Szerintem elbúcsúzom, srácok. Az a lényeg, hogy akkor ez így működőképes a projekt. Ugye azt is le kell kultiválnunk, lekultiváljuk azt is, közben beérik az. Addig eladjuk ugye a... tudod mit? Repcét, és akkor abban megvan a vágóasztal, azt lebaratjuk, és akkor már is így, kicsit így beindulnak a dolgok. Ja. Jó van, srácok, köszönöm a figyelmet, következő résztel várlak benneteket, és innen folytatjuk. Sziasztok!